utóbbi két esztendő ezüstérmese találkozik az OTP-ban, Liga első körét lezáró 11. fordulóban. Az otthon még 100%-os Paksa, Gera Zoltán vezette, sereghajtó Kecskemétet fogadja. Jó napot kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. 15. perc. Kimozdul Varga Bence a kapujából, ki is öklözte onnan a labdát. Windecker ugrik oda, Windecker visszapattan elé, gólhelyzet, és Varga Bence véd. Itt volt az a pillanat, amikor visszapattant a labda, sőt kétszer, mert Vágó Levente lábáról is Windeckerhez pattant itt, és aztán ballal eltekerte, de csak az a rész volt szabad, Varga Bence pedig pont ott volt. Ötvös kifejelte, Belényesi veszi le, próbál rádőlni, erre pont a kapu közepébe ment a lövés. Nem is rossz. Ott a lövés. Katona Bálint. Ötvös. Direkt kapura. Oldalháló. Hát Windecker. Vágó húzódik ki rá. Windecker a 16-oson belül jön Tóth. És végül Varga Bencéhez pattant a labda Tóthról. Cselezgett még mindig Mezei, bent a 16-oson belül, át a másik oldalra, kapufa, és kimaradt Tóth Barna duplázása. Ugye itt volt az, hogy Mezei becselezte magát a 16-oson belülre, ott van Papp találata, vissza a kapufáról, és aztán Tóth Barna duplázása. Kirúgás egyébként. Ezért a mozdulatért Vécsei, mellette Osváth, Osváth gólhelyzetben! Itt van Vécsei, és ő is várta vissza a labdát, és Windecker is várta. Mind a ketten mutatják utána Osváthnak, hogy pajtás, nekem kellett volna visszaadni. Osváth a kipattanó labdával. Vécsei finoman próbálta tovább tenni, és reklamálnak a paksiak, hogy Tóth Barna nem magától került a földre. Na nézzük még egyszer. Ez történt, amiért reklamáltak a paksiak. A videóbíró szoba úgy döntött, hogy inkább kihívják a játékvezetőt. Ugye az a kérdés, hogy ott kirúgták-e Tóth Barna lábát, vagy már hamarabb elkezdett dőlni, anélkül, hogy lett volna fizikai kontaktus. Büntető. 11-es tehát. Na nézzük. Ötvös fut neki. És rúgja be 1-0 a Paksnak, Ötvös Bence büntetőjével. Miközben mi még egyszer megnézhetjük a büntetőt, érezte Varga Bence, hogy melyik oldalra kell menni, de félmagasan jól volt ez helyezve. Nagy. Ott a fejes, mellé. És akkor nézzük Zekét a bal szélen. Ez egy nagyon szép támadás eddig, csak éppen mellé lövi Zeke. Nagy. De jó kis lövés volt. Lukács Dániel. Osváth, Böde a 16-oson belül, ott a lövés, és egy hatalmas Varga Bence védés. És még egyszer mondom, így most már túl a 70. percen, tulajdonképpen még egy paksi gól az nagy valószínűséggel a mérkőzés lezárását jelenthetné. Györfi. Végül Varga Bence. Pont középre ment Vécsei lövése.